A közel 600 éves szegedi Havasboldogasszony templom és a hozzátartozó ferences kolostor a pannonhalmi bencés főapátság után Magyarország második legrégibb ilyen jellegű épületegyüttese, amely mind a mai napig eredeti rendeltetése szerint működik. Az évszázados kolostorfalak között 5 éve látogatóközpontot alakítottak ki, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a szerzetesi élet hagyományaiba és mindennapjaiba. A látogatóközpont megnyitásával szerettük volna megmutatni azt, hogy egy kolostor az milyen feladatokat tud fölvállalni egy város életében, hogyan működik egy szerzetesi közösség hogyan tud együtt dolgozni a városiakkal, milyen műhelyrendszerek tudnak létrejönni, és mi is maga az a szerzetesi élet. Ehhez kapcsolódóan Mindennapi kenyerünk címmel megnyitottak egy időszaki gasztrotörténeti kiállítást, amelyből megtudhatjuk, hogyan étkeztek a ferencesek. Összeállítói a legendás néprajzkutató Bálint Sándor munkájára, illetve az 1780-tól napjainkig fennmaradt számadáskönyvekre támaszkodtak. Számadáskönyvek a ferenceseknek a kiadásait mutatják havi lebontásban, hogy mire költöttek. Ugye ezek a kiadások nem csak az ételekre vonatkoznak, minket elsősorban az ételekre fordított összegek és vásárolt alapanyagok izgattak, ugyanis ebből nagyon fontos és nagyon érdekes dolgok derülnek ki. A kiállítás egy évkörrel kezdődik, amelyből látható, hogy a régi szegediek táplálkozási szokásait mely ünnepek határozták meg. A húsvétot és a karácsony bőti időszak előzi meg, de kiemelt szerepe van a farsangnak vagy a templom búcsújának is. Bálint Sándortól tudjuk, hogy a népi táplálkozásban a keresztelőknek, házasságkötéseknek is fontos szerepe volt. Minden szerzetes rendnek van egy életszabályzata, van egy regulája, ami a szerzetesi életformát határozza meg. Ferences szerzeteseknél az nagyon fontos, hogy Szent Ferenc annyit ír a regulájában, hogy a Szent Evangélium szerint a szerzetesek mindent tehetnek, amit eléjük tesznek. Azért adott, hogy egy ferences kolostorban ferences szerzetesek ugyanazt fogják enni, amit a nép eszik. Ezért Bálint Sándor munkája alapműnek számít, az ő kutatásaira tudtunk építkezni, és ezt kiegészítettük a ferences sajátosságokkal. Szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között minden páros órában indul tárlatvezetés a ferences látogatóközpontban, amely az időszakos kiállítást is útba ejti. A résztvevők megtudhatják, mit tartalmazott egy Amerika felfedezése előtti spájz, amelyben elsősorban a gabonák és a hagymafélék domináltak. Az Amerika felfedezése utáni időszak legfontosabb növényei pedig a krumplé és a kukorica voltak. Utóbbi az egyszerű nép körében is el tudott terjedni, és fontos bőti étellé vált. Itt a pattogatott kukoricát láthatjuk, vagy a popcorn, amit úgy gondolnánk, hogy talán a mai filmnézésnek egy kiegészítője, de a régi időszakban a húsvétot megelőzően a nagypénteki bőjtnek, a legszigorúbb bőjtnek volt az alapvető élelmiszere. Bálint Sándortól tudjuk, hogy nagypénteken Szegeden gyakorlatilag minden utca sarkon pattogatott kukorica árusok voltak, és a hívek és a hétköznapi étkezésnek így az alapját képező pattogatott kukorica az minden emberhez eljutott. Ami még nagyon gyorsan eljutott hozzánk, az a paprika. A paprika, mint említettem, két utat járt be Magyarországon, főúri kastélyoknál, mint dísznövény jelenik meg, a szegedi ferences kertben pedig orvosságként kezdik el használni pálinkába áztatva. Maláriának a kezelésére tudták használni, nagyon magas C-vitamin tartalma mellett. Hogyha megnézzük a paprika felhasználását, akkor a Szegeden csörműnek nevezett, a paprika őrlésekor gyakorlatilag egy melléktermékként keletkezett felhasználási módját is láthatjuk, amit levesek ízesítésére tudtak használni, vagy a délvidéken használt különböző paprikából, paradicsomból készült mártások, szószok szintén nagyon fontosak voltak, és ugye maga a fűszer paprika őrlemény formája, amiben szintén a Tiszának volt nagyon nagy szerepe, ugyanis itt Szegeden nem szélmalmokat, hanem a Tiszán elhelyezett vízimalmokat használtak a feldolgozásához. A kiállítás megismertett bennünket a Szentföld hét növényével is. Ez azért is volt nagyon fontos, mert a Szentföld őrei mindig a szerzetesek, ferences szerzetesek voltak, így már volt egy adott kapcsolat, akár Szeged és a Szentföld között. Itt megismerkedhetünk olyan egzotikusnak számító ételekkel, mint a datója, a gránátalma, a füge, a méz, a gabonafélék, illetve a szőlő. A kolostor egyik helyiségében berendezték egy néhai patikus testvércelláját, benne természetesen megtaláljuk azokat a könyveket,
amelyek részint a teológiai, részint a gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteket tartalmazták. Az asztalán pedig a szárításhoz, feldolgozáshoz használt eszközöket látjuk. A mozsár, ahogy említettem, a sónak a feltörésére, a gyógynövények leőrlésére is szolgált, valamint a különböző üvegcsékben a már elkészült termékeket láthatjuk. Kettő nagyon fontos alapjuk volt a szerzeteseknek, amiben a növényeket fel tudták használni. Az egyik az olívaolaj. Az olívaolaj azért is volt fontos, mert a bőjti időszakban a zsírt tudta helyettesíteni, bőjti eledelnek minősült, illetve a növényeknek nagyon jó tartósítási módja volt. Itt egy zsályaolajat láthatunk, de mögötte egy rozmaringolaj is feltűnik. Ugye az ízét a szárított gyógynövényeknek nagyon jól kihozza, és a főzés során nagyon jól használható. Az olaj mellett mindenképpen ki kell emelnünk a pálinkát, mint alapanyagot. A pálinka azért volt fontos, mert víz és alkohol. Ezért bármilyen gyógynövényt beleteszünk, kioldja a jótékony hatását. Itt láthatjuk a lilium pálinkát. A lilium Szent Antal egyik attribútuma, ferences szerzetes volt, egybeesik az ő ünnepével a lilium virágzása június 13. Egy szentmise keretében megszentelték a liliumot, a szirmát pálinkába áztatták, vagy alma, vagy szőlőpálinkát használtak, a pálinkát cukorra csepegtetve a gyomorgörcsnek az oldására használták, valamint a lilium szirmokat a bőrbetegségek kezelésére, furunkulus mérges pattanás kezelésére használták. És ha Szegeden járunk, akkor a szegedi fűszerpaprikát mindenképpen ki kell emelnünk. Itt egy pálinka formáját láthatjuk. Szent Györgyi Albertnek a kutatásaiból tudjuk, hogy nagyon magas a C-vitamin tartalma. Mások a kapszaicin tartalmát, amitől csípős a paprika, ezt is a jótékony voltára írják. Illetve nagyon sokan ugye a pálinkának a fertőtlenítő hatását is az orvosságnak az eredményességére írják. Azt tudjuk, hogy a maláriás időszakokban használták megelőzésre, illetve a betegségek kezelésére. Feljegyzésekből tudjuk, hogy ezekben az időszakokban egy 30%-kal volt kevesebb a halálozásnak az aránya, tehát nagyon jól használható volt, mert a 17.-18. században a paprikának ez a felhasználási módja, és a 19. századtól kezdődően pedig a fűszer formáját is megismerték a szegediek. Érdemes kiemelnünk, hogy ezeket az olajokat, illetve a szerzetesek által elkészített gyógynövény kivonatokat nem csak az orvoslásban, nem csak a konyhában használták, hanem a liturgiában is. Itt két kis olyan üvegcsét láthatunk, amiben a nagy csütörtökön megszentelt, püspökök által megszentelt olajat tárolták, ez olívaolajból készült, és az egyházi szertartásokban használják őket a keresztelésekkor, a bérmáláskor, a papszenteléskor, illetve a betegek kenetekor. Tehát itt azt láthatjuk a gyógynövények felhasználásánál, hogy a hétköznapi életnek az alapanyagai, az orvoslásnak az alapanyagai, illetve a liturgikus életnek, a liturgikus szokásoknak és a kellékeit tudják adni. A mai napig nagyon sok zarándokot vonz a Havasboldogasszony templom búcsúja. A kiállításból az is kiderül, milyen ételek kapcsolódnak ehhez. Ez azért is érdekes, mert augusztus 5-én tartjuk a búcsúi ünnepet, egy nagyon meleg kánikulában történő ünnep. Több száz kilométer gyalogolva érkeztek még a múlt században a zarándokok, és ezért a legfontosabb étel a kovászos uborka volt, ezért viccesen a szegediek uborkás búcsúnak is nevezték. Bálint Sándor is nagyon sokat ír előre az étkezési szokásról, illetve a török időben Duttyánnak nevezett felállított laci konyhákról, amiben a szegediek vendégelték meg az ide látogató zarándokokat. Az érzékszervekre is ható, színes, szagos kiállítás utolsó termében két, a szegediek étkezési kultúráját nagyban meghatározó jelenséget, a Tisza szerepét, illetve a piacok világát mutatják be. A Tisza azért is volt nagyon fontos, mert a kereskedelmi útvonaloknak az alapját képezte. Az erdélyi sókereskedelem a Marosnak és a Tiszának az összeköttetésével nyitottá vált Szeged előtt. Bálint Sándor is azt írja, hogy a szegedi embereknek nagyon fontos alapfűszere a só és a paprika, ami ezen a kereskedelmi útvonalon tudott megérkezni. A Tisza azért is nagyon fontos, mert a halnak a nyerő helye volt, a Tiszának a gyümölcseként a mindennapi halfogyasztás adott volt. Fontos, hogy a szegediek frissen és nagy mennyiségben tudtak halat fogyasztani. Illetve a vízi malmok, amelyek nagyon nagy számban, 30-40 malom is működött, akár még a múlt században a belváros környékén.
mind a gabonának, a lisztnek az előállításában, mind a paprika feldolgozásában fontosak voltak. És a tematikus piacok, egyszerre 8 tematikus piac is tudott működni Szegeden, a makai piac, a rózsvártéri halpiac, vagy a mai Bartók téren található egykori paprika piac talán a legismertebbek, minden egyes piac saját-saját terméket tudott felhozni a szegediek számára, és a kiállításunk a török hatását is bemutatja, amely egy pozitív értelemben vett gasztronómiai hatás a török részéről. Számos olyan alapanyag érkezett a törökkel Magyarországra, amit ma alapanyagként használunk. Elég talán a kávéra, a rizsre vagy a mákra gondolnunk, de hogyha az édességek sorát nézzük, akkor a grillás vagy a törökméz, illetve hogyha az alföldi ételeket végignézzük, akkor a tarhonya vagy a lencse is, mind a török hatásának pozitív eredményeként érkezett Magyarországra. A látogatóközpont vendégei benézhetnek a rendház impozáns ebédlőjébe is, ahol a Bibliában gyakran emlegetett ételekkel találkozhatunk. A Mindennapi Kenyerünk című időszaki tárlat 2017. november végéig tekinthető meg a Szeged Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban.